Abban biztos vagyok, hogy Orbán Viktor soha életében nem kezdett még úgy mondatot, mint ezen a héten, hogy csupa-csupa rossz hírei vannak. Ezt mondta, amikor a járvány adatait elemezte, ugye itt a harmadik hullám, úgyhogy még a másodiknak se lett vége, és már attól is lehet tartani, hogy jön a negyedik, ha átveszi a hatalmat a brit mutánstól a dél-afrikai, és akkor még nem is beszéltünk a kaliforniai mutánsról, amely az első hírek szerint sokkal-sokkal veszélyesebb, mint az eddig ismert variációk. Fertőzések száma következő két hétben inkább drasztikusan, sem mint enyhén, tehát jelentős mértékben nőni fog. Sajnos a tegnapi napon egy dél-afrikai vírusmutánst sikerült kimutatnunk. Mi laboratóriumunkban azonosították az első úgynevezett dél-afrikai variánst. Ebből a mintát beküldtük az NNK-nak a laboratóriumába, ahol egy még komplexebb teszttel megerősítették, hogy ez valóban egy dél-afrikai variáns. Jelenleg a fertőzések 90%-át ez a brit variáns okozza. Úgy tűnik, hogy főként a dél-afrikai mutáns esetében, hogy nem veszik ugyanel teljes mértékben az immunitás, amit a vakcinálás okoz, de csökken jelentősen. Sokan szeretnék beoltani magukat? Naponta legalább 50-60 telefon jön ebben a kérdésben. Ha szerencsénk van, akkor a mutáns vírus gyengébb, ha nincs szerencsénk, akkor egy agresszívebb. Ez hosszabb ideig marad a szervezetben, és ezért az egy beteg több mindenki más tud megfertőzni. És ezért veszélyesebb. Ez egy kemény küzdelem lesz a vakcinák és a vírus között. Szombat délelőttig ezen a héten több mint 21 ezer embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, egy héttel ezelőtt ez a szám 6 ezerrel volt kevesebb, az azt megelőző héten pedig 10 ezerrel. A számok tehát brutálisan emelkednek, és sajnos az elhunytak száma is folyamatosan 100 felett van. Ahogyan már a riporton bevezetőjében láthatták, számos orvossal, szakértővel próbáltam meg rájönni arra, hogy vajon miért terjed ennyire elképesztően gyorsan a brit mutáns, mit tehetünk ellene, és miért lenne tényleg kiemelten fontos az, hogy mindenki beoltsa magát. Nyíri Miklós a Neumann laboratórium vezetője, ők fedezték fel elsőként a brit mutáns vírus megjelenését Magyarországon, most pedig a dél-afrikait. Boldogkői Zsoltot már jól ismerik, molekuláris biológusként gyakran szerepel a heti naplóban. Komáromi Zoltán háziorvos szintén a héten az összes hozzáérkező kínai vakcinát beadta a betegeinek. Fenyvesi András Londonból, Borhi Károly pedig Koppenhágából jelentkezik. Kunec Zsombor egészségügyi szakértő pedig azt mondja, ha nem rendelnek el szigorúbb korlátozó intézkedéseket, akkor nem lehet megállítani a mutánsok terjedését. És mutánsból sajnos egyre több van. Brit, dél-afrikai, New Yorki, cseh, brazil. A legnagyobb baj pedig az, hogy nem mindegyik mutációról tudják egyértelműen kijelenteni azt, hogy a vakcina az ellen is hatásos. Visszamenőleg, ahogy néztünk mintákat, azt láttuk, hogy már januárban is a minták döntő többségében ez volt jelen sajnos. Illetve vizsgáltunk novemberi mintákat újra ezzel a módszerrel, akkor gyakorlatilag még kimondhatjuk, hogy nem volt jelen a brit variáns a magyar pozitívak között. Nagyon jelentős növekedést tapasztalunk ezen a téren, és a pozitivitás terén is jelentős növekedést tapasztalunk. Egy hónappal ezelőtt körülbelül a minták 8%-a volt pozitív, most körülbelül 18%-a. Amikor először megláttuk az adatokat, mikor elkezdtünk felkészülni erre a variáns kimutatásra, és az első nagyobb számú tesztelésből láttuk azt, hogy a magyar fertőzéseknek a harmadát felét az első adataink alapján már a brit variáns okozza, akkor a kollégáink körében nagyon nagy megdöbbenés volt tapasztalható. Most, hogy azt láttuk a legutolsó számokon, hogy 88-90%-át az elmúlt napok diagnosztizált fertőzéseinek a brit variáns okozta, az azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy nagyon egyértelmű szám.
Ugyan a heti naplóban már bemutattuk önöknek a jelenlegi kötelező védőoltásokat, de én úgy gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy a koronavírus ellen tényleg nincs más recept, mint a vakcina. Ezért újra felsorolom önöknek a kötelező védőoltásokat azért, hogy lássák, ezek azok az oltások, amiket gondolkodás nélkül beadatunk a gyerekeinknek, mert nyilván a legjobbat akarjuk nekik. Ezek a TBC, a torokgyék, szamárköhögés, tetanusz, gyermekbénulás, kanyaró, mumps, rubeola, hepatitis B és bárányhimlő elleni védőoltások. De a szabadon választható vakcinákon sem szokás annyit rágódni, mint a koronavírus elleni vakcinákon. A rotavírus, a HPV, a hullancs, az agyhártyagyulladás vagy éppen az influenza elleni védőoltások kapcsán még sosem hallottam, hogy bárki azon gondolkozott volna, hogy ez vajon elölt vírus tartalmazó vagy messenger alapú vakcina. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki egzotikus országba utazik, akkor szintén beadat magának egy csomó olyan vakcinát, amiről nem feltétlenül tudja, hogy mit tartalmaz, csak beadja, mert fél az esetleges megbetegedéstől. Ilyen megbetegedések lehetnek a malária, a sárgaláz, a tífusz, a hepatitis, a kolera vagy a veszettség. Két variáció áll fönn. Az egyik az, hogy el tudjuk tüntetni vakcinázással a vírust, a másik az, hogy velünk marad, de akkor meg ugye az a kérdés, hogy a legyengült formában marad velünk, vagy pedig folyamatos vakcinázással tudjuk ezt elérni. És a vakcinázás az nem csak az immunrendszernek a folyamatos emlékeztetését jelenti, hanem az új variánsok elleni vakcinálást is. Tehát igazából ez három forgatókönyv. Eltűnik, legyengül, vagy a vakcinázással folyamatosan kordában tartjuk. Ugyan most elkezdhetném felsorolni önöknek az összes forgalomban lévő vakcinának az adatait, a hatásosságát, mindent, amit tudni lehet. De ami sokkal fontosabb az az, hogy mindenki megértse, a jelenlegi vakcinák közül mindegyik megvéd attól, hogy kórházba kerüljünk. És ugyan felröppentek a hírek, hogy a kínai és az orosz vakcinával nem lehet majd külföldre utazni, de jelen pillanatban nem hiszem, hogy létezhet fontosabb dolog annál, mint hogy mi magunk, a szeretteink, a barátaink ne kerüljünk és kerüljenek kórházba. Rengeteg az áldozat. Eddig 15 ezer embert veszített el Magyarország. 15 ezer ember szervezete adta fel a küzdelmet a koronavírussal szemben. Maszkot hordunk, fertőtlenítünk, megpróbálunk a lehető legkevesebb emberrel találkozni. Nincsenek tömegrendezvények, nem járhatunk étterembe, kávézókba, színházakba, mozikba, és még sorolhatnám. A vírus viszont terjed, talán még jobban, mint eddig bármikor. Mi lenne, hogyha nem lenne semmilyen szociális távolságtartás? Tudunk azért mondani dolgokat erről, tehát meg tudjuk azt mondani, hogy az idén kivételes módon nem volt influenza járvány. Ez annak tudható be, hogy bizonyos ugye, szabályokat, korlátozó intézkedéseket bevezettünk, viszont az, hogy nem tűnt el a koronavírus, sőt újult erővel jön a harmadik járvány hullámot okozva, az azt jelenti, hogy ezek az intézkedések nem voltak tökéletesek. Na jó, nyilván, tehát az lenne a tökéletes, hogyha hermetikusan lezárnánk, hogy a lockdownot végeznénk, csak akkor mi lenne a gazdasággal, mi lenne az emberi pszichológiával, stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dilemma. Úgy tűnik, hogy nem elegendőek ezek az intézkedések ahhoz, hogy ilyen komoly következmények ne következzenek be. Angliában pár héttel ezelőtt brutális állapotok uralkodtak, a kórházak tele voltak, napi 60-70 ezer új fertőzöttet azonosítottak, és volt olyan nap, amikor csak nem 2000-en veszítették életüket. Most viszont a számokat olyan szinten sikerült visszaszorítani, hogy a 66 milliós országban a napi 60 ezerhez képest csupán napi 8-9 ezer az új fertőzött. A Londonban dolgozó orvos azt mondja, szerinte ez a nagyon szigorú korlátozó intézkedéseknek köszönhető. Szigorú karanténban vagyunk, illetve szigorú lezárás van. Semmi nincs nyitva. Többek között a hajam is azért van levágva, mert a miniszterelnököm levágta, hogy úgy mondjam. Bejelentette hétfőn, hogy a fodrászok lesznek lényegében az utolsók, akik kinyitnak, úgyhogy nem volt más választás, mint elővettem a nullásgépet és levágtam. Viszont az is tény, hogy ott naponta több százezer embert oltanak be, és amikor felfedezték az egyik körzetben a dél-afrikai variánst, akkor abban a körzetben mindenkit leteszteltek, házról házra jártak. Amikor néhány héttel ezelőtt beszéltünk, akkor mindenki covidos volt, azt két héttel ezelőtt covidmentessé tették, a maradék covidos betegeket áthelyezték másik osztályra, és mi már normális belgyógyászati osztályként működünk, nincsen covidos beteg, ami hát egy nagy haladás, nekem egy nagy megnyugvás,
mert csinálhatom azt, amihez értek. A Dániában élő Borhi Károly, aki az egyik dán kórház sürgősségi osztályán dolgozik, azt mondja, ott is hatalmas a félelem, hiszen már Dániában is minden harmadik koronavírus fertőzést a brit mutáns okoz, viszont ott se ugrottak meg annyira a számok, mint itthon vagy Szlovákiában vagy épp Csehországban. Itt az 5,8 dánnál most már 16 millió fölött tartanak a szűrések összesen, 16 millió 560 ezer. Csak a tegnapi nap 150 ezer szűrés volt Dánia szerte. Tehát lehet, hogy ez a fajta kontakt, lehet, hogy az a fajta magatartás, hogy maradj otthon, ez komolyabban vevődik. Lennének értelmes és értelmezhető kézzelfogható eredményt mutató védekezési stratégiák a következő időszakra. Ilyenek lennének egyébként, amelyek valóban értelmes és kézzelfogható eredményt tudnának hozni, mint a FFP2-es maszkoknak a kötelezővé tétele közösségi terekben, munkahelyekben, iskolákban, az iskolák bezárása felső tagozattól, a tesztelések számának brutális növelése, ezek mind-mind azt segítenék elő, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk. Tegnap négyen jelezték, hogy lázasak őknek és különböző tünetei vannak, ami Covid-ra gyanús. Ma két beteg jelentkezett, de még csak dél van, tehát lehet, hogy még a délutáni rendelésre még befutnak jelzések. Minden esetre az tapasztaltam, hogy az utóbbi egy-két hétben a betegek megint elkezdtek félni, és azért telefonálnak nagyon-nagyon sokan, hogy mikor jön már végre egy tisztességes számú vakcina a rendelőbe. Sajnos én jelenleg, ha akarnám, se kaphatnám meg a koronavírus elleni vakcinát, a kismamák ugyanis nem kaphatják. A családomban viszont egyre többen beoltatták magukat, mert vagy a betegségük, vagy korukból fakadóan jogosultak voltak a vakcinára. Ez pedig hatalmas nyugalommal tölt el engem, mert tudom azt, hogy legalább ők már biztonságban vannak. Tényleg nincs más megoldás, mint a vakcina. Abban ugyanis minden szakember egyetért, hogy bármelyik vakcina jobb annál, mint a koronavírus miatt kórházban feküdni. Szavazzon! Ön szerint a magyar állampolgároknak kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni vakcinát? A Heti Naplóban Török Réka riportját látták.